sor, és nagyon nagy élmény, és nagyon érdekes esetleg a terveknek védelmének szemelem, mert ez egyezik a ti, és köszönöm szépen szerintem. Szeretettel köszöntöm a kedves jelenlévőket. Mikulás, Mikulás, kis Mikulás, nagy Mikulás, sok Mikulást láttunk, és örülök neki, hogy ezen a szép napon, a gyerekek meg a felnőttek napján ilyen szép számmal itt vagyunk, és mindenkit nagy-nagy szeretettel köszöntök. Az adventi készülődés jegyében vagyunk, és bízunk benne, hogy a Mikulás a tárgyi ajándékon túl az est folyamán lélekmelengető, szép gondolatokat is ad nekünk ajándékba. És ebben a reményben nyitom meg a 8. számú választókerület lakossági összejövetelét. Sok szeretettel köszöntöm és köszöntöm miniszter urat, aki ismételten elfogadta meghívásunkat, és nagyon nagy arányú elfoglaltsága mellett mindig lehetőséget teremt arra, hogy a választókerületbe, amelynek lakója, ezt valamennyien tudjuk, eljöjjön és számot adjon munkaterületéről, tevékenységéről, és ebben a reményben köszöntöm ismételten, köszöntöm kedves feleségét és édesapját, aki szintén megtisztelte jelenlétével közösségünket. Városunk képviseletében köszöntöm Kovács Szilvia alpolgármesterasszony, aki rendezvényünkön mindig itt szokott lenni, és örülöm neki, hogy most is lehetőségével élve ezt a lehetőséget kihasználva itt van közöttünk. És köszöntöm meglepetés vendégünket. Tessenek elképzelni, hogy délután 4 óráig még én sem tudtam, hogy ki lesz a választókerület meglepetés vendége. 4 órakor megállt egy autó, és kiszállt belőle 2 kedves Mikulás bácsi, és terítette a szobát kis Mikulással, nagy Mikulással, szaloncukorral. Hát ők a Szerencsé csokoládégyárból érkeztek, és szeretettel köszöntjük őket Takács István úr személyében, és Mászmár László termékfejlesztési vezető úr személyében. És köszönjük nekik ezt a sok kedves meglepetést, a Mikulást, hogy gondoltak ránk, a gyerekek is és a felnőttek is. Nagyon köszönjük, és igazán ez meglepetés volt. Meglepetés, igazi meglepetés. Nagy szeretettel köszöntöm Teleki Zoltán kapitány urat, aki minden évben megtiszteli jelenlétével rendezvényünket. Köszönjük. Köszöntöm körünkben első alkalommal Gulyás Zsolt plébános urat, és a György István katolikus iskola lelki vezetőjét. Abból az alkalomból is köszöntjük, hogy itt van a György István katolikus iskola énekkara szereplői. Örömmel tettek eleget megkívánulnak. És abból az alkalomból is köszöntjük, hogy ő október 23-án Gulyás Zsolt plébános úr, miniszter úrtól eredményes munkája elismeréseként díjat vehetett át. Gratulálunk, köszönjük! Köszöntöm a György István általános iskola igazgatónőjét, Kovács Miklósné személyében, aki elindította útján a katolikus iskolát, immár 3. éve. Kérjük Isten áldását, jó Isten áldását, és sok tehetséges, jó kis tanítványt az iskolának. Köszöntöm a Máltai Szeretett Szolgálat képviseletében Kovács Mária és Balogné Jutka kedves munkatársakat,
közeledően Zsolt atya és a szervezők jó voltából a városban ebben az évben működik és létrejött a Máltai Szeretetszolgálat. El kell mondani, hogy jóságos és jótékony segítségük már kamatozik a városban. Örülünk neki. A megyében, Szolnokon és Karcagon működik, legalábbis tudomásunk szerint. És köszöntöm kedves vendéglátókat, nem utolsó sorban, szívem minden melegével, szeretetével, mert ez az intézmény Sándorné Szakács Ildikó vezetésével az helyet neki a választókerületnek, fogadóórákon, rendezvényeinken, kirándulásainkon és minden szervező munkánkat maximálisan segíti. Köszönjük, és maga az intézmény, láthattuk az ülő Mikulást, ahogy bejöttünk már, köszöntött bennünket, és az intézmény mindig példaértékűen rendezett, igényes, és az igazgatónőnek abból az alkalomból is gratulálunk, hogy újabb 5 évre kapta meg igazgatói kinevezését. Ebben az évben a tankerülettől Sági István igazgató jóvoltából gratulálunk és köszönjük, és további eredményes munkát. Köszöntöm a média képviseletében azokat, akik Budapestről érkeztek, és a helyi média képviselőit, hogy rendezvényünket figyelemmel kísérik. És köszöntöm külön Fejesné Katikát, aki ennek a választókerületi programnak munkatársaival lelkes szervezője Budapesten, mert néha nem is olyan egyszerű, de teszi, és Karcagra amúgy is a kötődése és a szíve itt van velünk. Köszöntöm a vendégeinket, köszöntöm Varga Nándor urat, nem tudom, a ipari park képviseletében itt van, és köszönjük, megérkezett. Murvainé Láng Rózát a választókerületünkből, az Országos Polgári Nyugdíjas Egyesület újonnan választott elnökét. Gratulálunk és köszönjük önöket, akik itt vannak mindig, a választókerületből érdeklődnek, fogadóórákon, rendezvényeken. Örülünk neki. Köszönöm, hogy itt vannak érdeklődésükkel, és bízom benne, mint ahogy jeleztem is, hogy a mai este folyamán a Mikulás megajándékoz bennünket. Legyen így, és örömmel jelentem be, hogy a Györfi István Katolikus Általános Iskola énekkara és tanulói szerepelnek, már itt vannak, nagyon készültek, és átadom a mikrofont karvezetőnek, Kisné Csombordi Szilviának, aki a kórusról néhány gondolkodik. Nagyon szépen köszönöm, Ildikó néni. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket én is. Nagy örömmel fogadtuk Ildikó néni meghívását erre a mai rendezvényre, és igyekszünk mi is hozzájárulni ehhez a nagyon szép délutánhoz. Énekarunknak most egy kis kamara csoportját látják, mert több mindenkinek hivatalos vidéki útja van, kirándulnak, de nagy lelkesedéssel készültünk az itthon maradó tanulókkal is, illetve készültünk szólóénekkel és hangszeres számmal is. Fogadják szeretettel!
Úrmezei Erzsébet versét Kis György Zétét, 8. B-osztályos tanuló mondja el. Felkészítő tanára Posztosnyi Gyarmati Éva tanárnő volt. A vers címe Adventi éjszaka. Úrmezei Erzsébet, Adventi éjszaka. Fehér hótakaró, ezüst fénytakaró, valót eltakaró. Mintha nem volna más, csak ez a ragyogás, titokzatos, csodás. Nincsen se hang, se zaj, nincsen se seb, se baj, se sóhajtás, se jaj. Nincsen se bűn, se szenny, se sár, nincsen se könny, se kín, se kár, csak hó és holdsugár. Hiszen így volna jó, de nem ez a való, csal a fénytakaró. Alatt a szenvedés, szenny, sár, elfödni és elrejteni kevés a hó és holdsugár. De valakire vár, ahogy fényes határ, s ez az adventi, mély, havas és holdas éj titkot tud, jön, ne félj. A következő percekben a Nyomorultabb című musicalből hallhatnak egy részletet, mely egy szegény árva, anya nélkül felcseperedő lányka Cosette álmait tárja fel előttünk. Előadja Karácsonyi Tamara, a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Tanintézményének tanulója. Felkészítő tanára Házi Sárai Mária tanárnő.
pillanat következik most, hiszen tanár és növendék együtt fog muzsikálni. Iskolán két 8. osztályos tanulója, Tóth Komlósi Edina Eszter és Kovács Balázs évek óta a Művészeti Iskola cselló tanszakán tanul. 3 évente kerül megrendezésre a Friss Antal országos gordonka verseny, melyen ők is részt vettek. Ennek a döntőjébe jutott be a debreceni területi válogatóról mindkét növendék. A szolnoki 3-napos döntőben mindketten szépen mutatták a versenyprogramjukat. Balázs bejutott az utolsó fordulóba is. A legjobb 10 között a Zenetanárok Társasága külön díját és Papp László emlékdíjat vehetett át a zsűritől. Most mindkét versenyző együtt fog játszani felkészítő tanárukkal, Urbánné Tóth Klára tanárnővel. Kérem, fogadják szeretettel Haydn G-dur trióját. Utolsó műsorszánként pedig kérem fogadják szeretettel Josh Groban, You Raise Me Up, Te Felemelsz című számát. Ezzel kívánok mindenkinek békés, boldog, meghitt ünnepeket családja szeretteik körében. És nagyon köszönjük a figyelmet! Oh.
köszönendőt, és kívánom további eredményes, együttes, szép szeretést iskolák, művészetiskolák, a város iskolái között. És örömmel mondhatom, hogy az általános iskolai központ igazgatónője, Plusz Csilla igazgatónő, helyettese Török Csilla, minden alkalommal megtiszteli rendezvényünket. Ők is szerepeltek már nálunk, és most így örömmel hallottuk az iskoláknak az együttes szereplését. Köszönjük! Felkérem tisztelettel miniszter urat ünnepi gondolatainak, illetve tájékoztatójának megtartására, de mielőtt erre sor kerülne, ez is meglepetés. Kedves alpolgármester asszony, tudjuk, hogy gondolataid és tájékoztatód van miniszter úr felé, úgyhogy kérlek akkor tedd meg. Ez is meglepetés. Köszönöm szépen a szót. Szeretettel köszöntök mindenkit Karlovárosi önkormányzata nevében. És nagyon büszke vagyok arra, hogy ez a választókerület ilyen szép számmal képviselteti magát ezen a rendezvényen, de úgy gondolom, hogy akinek ilyen jó képviselőasszonya van, az meghozza a gyümölcsét, és a képviselőt. Nem szeretném miniszter urat feltartani, de lassan már hagyományt teremtünk abból, hogy én az köszönetemet fejezzem kifelé. A legszebb konyhakertek Magyarország legszebb konyhakertjei országos program az idén 5 éves volt. Karcagról indult 22 nevezővel, és bizony 2017-re ez a 22 nevező 2351-re szaporodott. A kezdeti országos 60 településből pedig az idénre 366 településünk lett. 32 ezer kertművelő dolgozott ebben a programban összesen, és bizony ez 9031 kertnevezést jelentett az 5 év alatt idáig. Amire egyik legbüszkébb vagyok, hogy 22.020 év alatti kertnevelőt jelent, tehát sikerült a gyerekeket is megnyerni a kertészkedésnek, jó úton vagyunk, és én úgy gondolom, hogy miniszter úr segítségével megmozgattuk az országot, hiszen a kertnevezések nyomán bizony-bizony sokan kedvet kaptak a kertészkedéshez, és ha hiszik, hanem 9432 kertet ástak föl, vagy vontak újra művelés alá, illetve alakítottak ki benne konyhakertet. Úgy gondolom, ezek nagyon szép eredmények. Az országos díjra nagyon sok nevezés érkezett, 96 településről 240 országos díjra jelölés történt, amiből 51 településnek 72 országos díjat tudtunk kiosztani, köztük 4 karcaginak is. Nagyon büszke vagyok erre, az eredményhirdetésünk az OMÉK zárünnepségén szeptember 24-én volt. Legnagyobb sajnálatomra a miniszter úr nem tudott ott lenni, így nem tudtam megköszönni neki azt az 5 éves támogató és segítő munkát, aminek köszönhetően mindezeket a szép eredményeket elértük. Igen, miniszter úr volt az, aki szorgalmazta, hogy legyen ez a program, induljon el, és legyen országos ez a program. És az ő segítsége, odaférő támogatása nélkül én úgy gondolom, hogy nem lettünk volna ilyen sikeresek. Én azt hiszem, hogy jó úton járunk, előbb-utóbb mindenki elkezd kertészkedni, és minden kertbe beköltözik az élet, és zöldséget, gyümölcsöt termelünk magunknak, hogy egészségesen tudjunk táplálkozni. Miniszter úr, szeretném megköszönni a segítséget és a támogatást, és kérem, hogy továbbra is támogasson bennünket. Köszönöm szépen! Kellemes meglepetés volt. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, én is szeretettel köszöntök mindenkit. Köszönöm a meghívást Ildikónak. Köszönöm azt, hogy itt lehetek, úgyis, mint a körzet lakója, ezt mindenki tudja. És úgyis, mint aki mindig igyekszik segíteni a városon, a városunkon, itt élünk, tegyünk meg érte mindent minél többet, és szerintem az ilyen alkalmak is fontosak, hogy tudunk találkozni, beszélgetünk, és mindig vannak újabb és újabb gondoltok, akár a kertészkedéssel, akár mással kapcsolatban. Én szeretnék mindenek előtt a jelenlévő miklósoknak gratulálni. Boldog négy napot kívánok, nyilván ez a kis rendezvény egy jó apropó arra, hogy köszöntsük őket, és azokat a távol lévő hozzátartozókat is, akik esetleg nem lehetnek itt, de gondolok rá, hiszen Szent Miklós napja van a Mikulás, és ezt ilyenkor nem csak a gyermekek, hanem a felnőttek is megünnepli. És a mostani alkalommal volt arról szó,
Ildikó mindig kérdez, hogy ki legyen a meglepetés vendég, és hát én arra gondoltam, hogy biztos, hogy mindenki találkozott a szerencsi csokoládéval és a szerencsi csokoládé Mikulással. Nem tudom, jól sejtem-e, hogy ismerjük a szerencsi csokit. Hát nekem a gyermekkoromnak az első csokoládérvénye is szerencsi, tehát azt hiszem, hogy ezzel sokan így vannak azok is, akik esetleg idősebbek nálam. És ebből jött az elképzelés, hogy akkor ki legyen most az, aki megdöbbentett bennünket a jelenlétével, és én arra gondoltam, hogy Mikulás csokoládé, szerencsi csokoládé, hogy aki megmentette a szerencsi csokoládét, Takács István és kedves felesége és munkatársai, legfőképpen Takács István, akit köszönhetünk, és ezért is hívtam meg, hogy itt legyen velünk, ünnepeljünk, hiszen ez a és ez a Mikulás már nem lenne nélküle, nem lenne nélkülük, és innen is üdvözletünket küldjük a feleségének, aki gyengélkedik, és hát most sajnos nincsen itt ezen a programon a körünkben. Ugyanis történt ott egy és mások szerencsi csokoládégyár körül, értékesítették, külföldiek megvették, aztán nagyon nehéz helyzetbe került leépítés, ami ilyenkor lenni szokott, és amit mi is átéltünk, de volt egy ember, volt egy olyan család, aki azt mondta, hogy ez a magyar érték nem mehet veszendőbe, igenis meg kell küzdeni érte, és szépen lépésről lépésre értékel azt, hogy ma a szerencsi csokoládé minden üzletben, minden benzinkútnál, minden kis ajándékboltban újra ott van, és megízlelhetjük, és lehet ajándék, kedveskedhetünk vele, és hát a mostani alkalommal is itt van a csokoládé a Mikulás formájában, is megörvendezte bennünket, ezt a mai estét is ünnepélyesebbé teszi. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, úgyhogy majd hallunk is ezekről, az előfeszítésekről, és biztos vagyok benne, hogy maradandó élmény lesz. Én, amikor megismerkedtünk, akkor is tisztelettel adóztam, hogy csak a magyar ember tud úgy küzdeni, mint ahogy igazgató úr és felesége, a segítői küzdöttek a szerencsi csokoládéért, úgy küzdöttek, mint a kun ember. Tehát ez nekem külön okos szemes volt, ugyanolyan magacson, és kitartóan küzdöttek ezért, és ma is megvan a cég, és virágzik, és hát én bízom benne, hogy ilyenkor a csokoládé iránt érdeklődők fellendítik a forgalmat is. Karácsony, új év itt van előttünk, ez azért mozgalma szokott lenni. Néhány dolgot szeretnék elmondani a mezőgazdaságról, az élelmiszergazdaságról, ilyenkor mindig ezt próbálom összefoglalni, és hogyha lesznek kérdések akár itt a délután keretében, akár később, amikor már itt a végére élünk a programnak, szívesen állok rendelkezésre. Azt minden esetre el lehet mondani 2017-től, hogy egy elég változatos esztendő volt. A mezőgazdaságot az időjárás mindig befolyásolja, de tudjuk, hogy hol esett, hol a száj volt, hol forróság volt, tehát egy ilyen szeszélyes év volt, és összességében mégis egy közepes olyannál valamivel jobb esztendő lett. Nyilván ez a gazdáktól is, attól a határrésztől is, ahol termelünk, az országrészek teljesítménye is eltérő, de például őszi búzából olyan termésmennyiség van, olyan termésátok, hogy 1988 óta erre nem volt példa. Ez jól sikerült, ugyanakkor a kukorica az 20-25%-kal, még 30%-kal is kevesebben termett tájegységként, az országos átlag is lejjebb van. Hát most ez az esztendő is sikerült, de összességében még a különböző válságok által sújtott ágazatok is talpon maradtak, illetve tudtak fejlődni. Az év első időszakában volt egy tejválság, a tejár az soha nem látott mélységekben ment le. Ezt egyébként a vásárlók túlságosan nem érezték, mert a borban azért nem lett fel annyi a tej. Ez nyilván a multi kereskedőknek is a üzletpolitikája, vagy piacpolitikája. Sertéshússal is voltak gondok, utána beütött a baromfi influenza járvány, ami óriási károkat okozott, sikerült átvészelni, egy jelentős állami támogatással most megint emelkedik a baromfi létszám, különösen a vízisszányosokkal, kacsával, libával volt gond, most azért az üzletekben már van, tehát én is nézem, hogy hogy jönnek vissza ezek a termékek. Ez azért is fontos, mert ilyenkor karcon általában vagy sült kacsa, vagy disznótoros szokott lenni karácsony környékén, nem tudom, ezek a szokások azért eléggé megvannak szerintem ma is, mert nem mindegy az, hogy hozzá lehet jutni, jó minőségű, magyar terméke, az ellátás szempontjából is ez nagyon fontos. Hát összességében az esztendő így néz ki, a bor az egészen jónak ígérkezik, azt mondják a hozzáértők,
Én amiket kóstoltam újból, még nem sok van, de érdemes megpróbálni. A karcegi borok is elég jól sikerültek. A pálinka szintén jó minőségű. Most van egy hal vásárlási időszak, én ajánlom mindenkinek, ezt már meghirdettük, lehalászások vannak folyamatban, tehát minden olyan feltétel, ami kell ahhoz, hogy az év végén a jó magyar ételek elkészüljenek rendelkezésre áll. És hogyha már itt tartunk tényleg, csak egy dióhéjban, el szeretném azt mondani, hogy ugye két olyan hungarikum van, ami a mi vidékünkhez is kötődik, az egyik a tiszai halászé, ugyanúgy készítjük el, mint a szegediek, vagy a tiszafürediek, tehát ez a mi tájegységünkre is jellemző, illetve most legutóbb a gulyásleves, a magyar gulyásleves is, mint hortobágyi nagykúsági eredetű étel, szintén a hungarikumok közé emelkedett, hozzátéve az, hogy ez az összmagyarság számára mindenhol a legnépszerűbb ennivaló, Amerikában is főzik épp mi felénk, és ezáltal is az Alföld értékei azok kellő rangot kaptak, kellő elismerésben részesültek. Megvolt az idén az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás a Konyhakerti Mozgalomnak a díjátadójával, aktív agrárdiplomáciával, Japán volt a díszvendég, és a magyar diplomácia kormány éppen Vietnámban volt, ha jól emlékszem, keresi az utat, hogy amit megtermelünk, azt bemutassuk az omékon, külföldi kiállításokon is értékesítsük is, mert máshogy nem tudunk ebben az országban boldogulni. Egyébként csak egy statisztikai adatot szeretnék mondani, az elmúlt 7 évben az agrár kivitel, tehát a mezőgazdasági termékeknek az értékesítés az 70%-kal nőtt. Tehát lassanként majd meg fog duplázódni. Én remélem, hogy ez megélhetésben, munkahelyteremtésben is látható. Inkább most már a munkaerőhiány jellemző a magyar mezőgazdaságra. 50 ezer új munkahely létre 7 év alatt, és lassanként ott vagyunk, hogy nem lehet embert kapni. Sem traktoros, sem állatgondozót, vagy kertészt. A kétkezi munkásról nem is beszélve, az már régebben is probléma volt, pár évvel ezelőtt is, de itt utánpótlás gondok vannak, ezért is növeltük például a gépésztanulóknak a számát, tehát a beiskolázást a mezőgazdasági iskolába úgy mozdítottuk, hogy a hiány szakmákba vegyünk fel minél több gyereket. Most néhány évvel ezelőtt, 5 évvel ezelőtt 1200 körüli gépésztanulót, mezőgazdasági gépésztanulót vettünk fel, ez most 2400-2500-nál tart. Tehát van állás, van munkahely, a gazdák vesznek fel embereket, és bízom benne, hogy így az elhelyezkedés akár a legkisebb falvakban is megoldható, megoldódik. A városról néhány szót szeretnék mondani, hát látjuk azt, hogy építkezések zajlanak, itt van a rendőrségi építkezés, az a legnagyobb épület, karakterizéltek 100 év óta, a legnagyobb ilyen irodaépület a Sugárúton, folytatja azt, ami a postánál megkezdődött a katolikus templom környékén, a lelkészlakás, a posta, tehát nagy középületek vannak már a korábbi időszakokból, hát most egy újabbal fog gazdagodni városunk. Emellett ma egy lombkorona sétány átadására is sor került. Én ajánlom mindenkinek a figyelmébe, ugyan ilyenkor viszonylag csendes az erdő, de amikor átadtuk, azért egy harkály előkerült, az is nézi biztos, hogy rendben van ott a kornát, van-e benne valami ennivaló. Ugyanis ez egy olyan sétány, ami fölmegy a fák lombjáig, 5-6 méter magas, és akkor ott olyan részt lehet látni, amit szerintem gyerekkorunkban láttunk legfeljebb, amikor még föl lehetett mászni, vagy föl tudtunk mászni ezekre a fákra. Gyerekeknek játszótér van, pihenőhely, tájékoztató tábla az erdei futópályánál, tehát én azt mondom, hogy korosztától függetlenül mindenkinek érdemes oda elmenni és megnézni. És hogyha már a fiatal korosztályhoz kanyarodok, akkor ki szeretném emelni, hogy most épül egy ipariskolai tornapálya, egy műfüves pálya, ez már a harmadik lesz a városban, amelyet évszaktól függetlenül, időjárástól szinte függetlenül lehet hasznosítani, megvilágítással is rendelkezik, tehát ilyenkor, amikor rövid a nappal, akkor is lehet ott focizni, de más sportágakra is jó, és a sportcsarnokon is jól látható, hogy egy ablakcsere történik éppen, hát ez legalább 20 év óta, igazgató asszony biztos emlékszik rá, legalább 20 év óta téma, amikor még a Győrfi iskola önkormányzati volt, illetve állami, akkor is mindig megpróbáltuk megoldani, most ezáltal a gyermekeknek is a testnevelés oktatása könnyebb lesz, nem lesz olyan hideg a terem, jobban bevilágítanak, tehát egy fontos beruházás, egy 50 millió fontos beruházás, mert futballpályán üvegfelületet kell cserélni, ez az egyik legnagyobb üvegfelület a városban, meg fog oldulni. Hát ezek lettek volna itt Dióhéjban az eddigi teljesítmények, és aztán folytatjuk majd jövőre, több útfelújítás is terve van, mivel a középületek, óvoda és bölcsőde felújítás is
de remélem, hogy majd meg fog valósulni. Igen, még vannak jelzések további fejlesztésekre is. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, én még szívesen beszélnék, minden témát nem tudok érinteni, de szerintem most a Mikulás rendezvénynek a folytatása következik, úgyhogy akkor én visszaadom a szó Délikónak. És tényleg köszönöm Takács Istvánnak azt, hogy itt van velünk, és külön azt, hogy megmentette a szerencsi csokoládét. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, kedves miniszter úr, és akkor átadjuk meglepetés vendégünknek, akik már nem is meglepetés vendégek, mert nevesíteni őket, és akkor kérjük, hogy amit úgy gondolnak, hogy szeretnének elmondani erről a nem is olyan távol levő településről, és annak idején emlékszem, aktív pedagógus koromban a szerencsi csokoládégyárat tanulmányi kirándulás során mindig meglátogattuk, és mindig jól laktak a gyerekek csokoládéval, mert mindig volt lehetőség. Hát ez volt a legnagyobb élmény, de ez így természetes. Átadom akkor a mikrofon, és kérem akkor szóljon hozzánk. Köszönöm szépen. Jó estét kívánok. Mindenek előtt nagyon szépen megköszönném miniszter úrnak, és a szabad így mondani Ildikó nénének, hogy itt lehetünk Maszter László kollégámmal együtt. Szívesen jöttünk önökhöz. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm kedves minnyájukat a szerencsiek nevébe, a Szerencsi Bonbon Kft. Nevébe, egyáltalán a Bartolabói Zempléniek nevébe. Röviden szeretném elvenni az idejüket, de úgy gondolom, hogy megéri, mert olyanokat szeretnénk főleg megmutatni, amit nem nagyon tetszenek látni máshol. Hát, hogy csokoládéról kell beszélni, de mielőtt még ezt mondanám, a székeken tetszettek találni egy kis emléket Szerencsről, ehetők. Szerencs, a hegyalja kapuja, itt annak idején két gyár volt, 89-ben pedig négy. Most már csak egy gyárunk van, mert a többi az bezárt vagy levontották. 1923-ban jött létre a Szerencsi csokoládégyár, de azt megelőzően Szerencsen épült Európa legnagyobb cukorgyára, amelyiknek a kapuit 1908-ban csukotta be az akkori vezetőség, akinek az első számú embere volt Gyurcsány Ferenc, és ott volt még mellette egy gráf nevezetű úriember. 1923-ban, akkor, amikor már a cukorgyárban minden jól ment, akkor úgy gondolták, hogy a cukort és a csokoládét össze lehet valahogy, pontosabban a kakaót össze lehet hozni, és létrehozták a Szerencsi csokoládégyárat. 1923-ban jött létre, 1925-ben pedig már Amerikában is megtalálható volt a Szerencsi csokoládé, és volt olyan időszaka, amikor 42 országba exportáltak Szerencsről, és 2800 dolgozója volt csak a Szerencsi csokoládégyárnak. Tehát nagyon szép karrier futott be a gyár. 91-ben eladta a Magyar Állam a Nestlének, ez még épített egy kicsit rajta, mert európai színvonalú volt a gyárunk, de aztán, mivel nem országokba gondolkodtak a nagyvállalatok, a világ nagyvállalatai, hanem régióba, így már egy régió, amelyik durván egy olyan 60-80 millió embert jelent, nem fért bele a 10 milliós népességet kiszolgáló gyár, és termékcsökkentést, profiltisztítást hajtottak végre, Szerencsről elvitték az édességgyártást, és mi hozzánk Szerencsre idehozták a kávét és a kakaót, a kiszerelést, a nesztések, ez volt az új tulajdon. És akkor néhányan arra gondoltunk, hogy hát meg kell menteni ezt a majdnem 100 éves múltat, csináljunk valamit. Hála jó Istennek, először csak egy ember, utána aztán három ember, most pedig már 160-an vagyunk, és ugyanazokat a termékeket gyártjuk, amit a Szerencsi csokoládégyár annak idején, egy kicsikével még többet, mert sajnos sok Magyarországon a cukorbeteg, és a fiatalok szeretik a cukor nélküli édességeket, így kiegészítettük ezekkel a termékekkel, úgyhogy most jelenleg van 270-280 termékünk van, és hát próbáljuk.
elfogadtatni a magyarokkal. Mindenütt ott vannak a termékeink. Hát az az igazság, hogy magukért beszélnek a szerencsi konyak megy, a kézi desszertjeink, a drazséféleségeink, táblás töltött csokoládék. Itt egy picit megállnék, hogyha majd tetszenek az üzletekbe vásárolni csokoládét, akkor nem árt megnézni, hogy mennyi a kakaóanyag tartalma. Azt határozza meg, hogy milyen minőségű egy csokoládé. És sajnos, ha 30% kakaóanyag tartalmúak most már a csokoládék, a szerencsi 42. Biztosan ráérünk 40-et, meg az étcsokoládéra 70-et, mert az is 72%, úgyhogy érdemes fogyasztani, mert hát nemes anyagok. Az elődöknek a kivívott eredményeit még talán erősíteni is akarjuk. Három telephelyünk van, és ezen a, hát ez nem jó. Nem jó, mert ugye váltogatni kell és mászkálni kell a telephelyek között. Itt dolgozik a 160 ember, ez mikor készült, akkor még 150-en voltunk. A forgalmunk az 1,5 milliárd forint. 1600 tonna édességet gyártunk még, szénből is sok, nem csokoládéból, 1600 tonna. A termelési kapacitásunk pedig 11 ezer tonnát tenne lehetővé, de mivel ez nem minden alkalommal fogyasztható, hiszen nyáron nem nagyon megy, ott van a zöldség, ott van a gyümölcs, ezért szezonáról az édesség, és akkor inkább a húsvéti és főleg a karácsonyi szezon alkalmával fogy több Magyarországon, meg az egész világon. Az igyekeztünk tartani a minőséget és fejleszteni, amennyit tudtunk. Hát van tanúsítványunk, megkaptuk 11-ben az élelmiszerbiztonsági díjat, ez akkor abban az országban csak mi nekünk járt, nagyon boldogok voltunk, és ezt megköszöntük miniszter úrnak. Aztán 15-ben pedig bekerült a szerencsi csokoládé a nemzeti értéktárba. Erre is büszkék vagyunk, hiszen más édesség Magyarországon nem mondhatja ez el magáról. Hát mi a feladatunk? Hát az arcpoétikák, hogy őrizzük meg a hagyományokat, őrizzük meg az öregeknek, az elődeinknek az elért eredményeit, a receptekre, azok nagy kincsek. A receptek, ezt nem kell mondani a háziasszonyoknak, főleg háziasszonyok vannak itt, mert hiába le van az írva, de az az egy mozdulat, amelyikkel úgy sodorja a tésztát, vagy úgy keveri, az biztos, hogy az kell ahhoz, hogy egyéni legyen az a termék. Hát nekünk ez a fő feladatunk, a recepteket és ezeket a mozdulatokat mentsük meg. Mivel szerencsén vagyunk, és hát mindenki elfogult a maga pátriája iránt, hát a munkahelyteremtés. Ugye Magyarországon kevés kevés volt, egyre jobb most már a lehetőség a munkahely irányába. Hát nekünk feladatunk az, hogy minél több embernek adjunk kenyeret. Turizmus fejlesztése, ez is országos, ugye, hogy ha oda jönnek mifelénk, akkor ne menjenek el olyan hamar, és hogyha már ott vannak az emberek, akkor tudják és emlékezzenek, hogy szerencsén vannak. Tehát próbálunk a turizmus irányába is és fejlesztéseket csinálni. A minőség az, hát elmondtam, az a legtermészetesebb, hiszen szerencsé és a minőség az egy, és a legjobban nekünk arra kell vigyázni, mint a szemünk fényére a minősége, mert hogyha egyszer elrontjuk, akkor másodszor nem veszik a polcról, és akkor már vége, akkor már az 160 embernek nincs kenyere. És köszönöm szépen a figyelmet! Nagyon szépen köszönjük, és jól laktunk, megviseljük, úgyhogy valami nagyon érdekes is számunkra, köszönjük, és ebbe az ünnepi hangulatban nagyon-nagyon ideillő, és köszönjük, és legyenek nagyon büszkék, mert szerencs nevével valóban a csokoládé gyár összefügg, és köszönjük, hogy mindig voltak olyan bátor emberek, akik egy-egy leves terméket a településen megmentettek, és akkor, ha ez így van, gratulálunk, köszönjük, és örülünk, hogy itt vannak közöttünk. Köszönjük szépen! Az élet édes oldalát ismertük eddig. Édes oldala a következő is, ha nem is ebben a minőségben, de engedjék meg, hogy köszöntsem kapitány urat, ismételtem,
és néhány dologban a városról, ahol élünk, ahol csokoládé is van, szaloncukor is van, és bízunk benne, hogy közbiztonság is van, mert az életünkhöz ez is hozzátartozik, a járdákkal, a közvilágítással együtt a biztonságérzetünk a legfontosabb. És átadom akkor a szót rövid értékelésre. A rendőrség munkájának értékelése minden évben testületülés előtt van, városi szinten, megyei szinten, és azt hiszem, hogy nem kell szégyenkeznünk azokról az eredményekről, amelyről most kapitány úr is szólni fog néhány gondolatban röviden. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen, tisztelt miniszter úr, Ildikó néni, alpolgármester asszony, kedves vendégek! Hát én is arra gondoltam, amit Ildikó néni mondott, hogy ilyen édes gondolatok után vajon én tudok-e ilyen édesen beszélni, de megpróbálok. 2017 évben is a karcagi rendőrkapitányság, a kollégáim és jó magam is azt tűztük ki célul, hogy az itt élőknek, a lakosságnak a szubjektív közbiztonság érzetét tovább javítsuk, és egy együttműködő, segítő, támogató rendőrség legyen továbbra is, aki a lakosokért, a polgárokért van. Az intézkedési kultúraváltás már évek óta zajlik, és ezt minden nap súlykoljuk a kollégáinkba. Mit is jelent ez az intézkedési kultúraváltás? Ez azt jelenti, hogy lehetőség szerint a jogkövető állampolgárokkal szemben, még ha jogsértést is észlel a rendőr, csak a figyelmeztetés szankcióval éljen, és ne egy büntető, egy szankcionáló rendőrségnek a képe jelenjen meg. Viszont a településeken élő, mi úgy hívjuk, hogy falu rosszával szemben, akik a jogkövető polgárok részére sok bosszúságot okoznak, a bűnözőkkel szemben viszont a lehető legszigorúbban a törvény teljes szigorával lépjen föl. Az, hogy ez sikerült, tehát azt nem én nekem kell minősíteni, nem nekem, hanem azt nyilván majd önök tudják minősíteni, hogy hogyan is sikerült nekünk ez ebben az esztendőben. Amit már most látunk ebben az évben, ugye nagyon nagy terhet rót egész évben ismét a rendőrkapitányság állományára is az illegális migráció. A kollégáim jelenleg is len vannak a határon, éppen tegnap előtt indultak el, és ezen a héten szintén az állomány egy része Csongrád megyében teljesít szolgálatot, azért, hogy mi nyugodtan és békében tudjunk élni, és úgy gondolom, hogy ez mindannyiunk javára szolgál, és látható, hogy milyen terrorveszély és mit okoz ez a migráció Európában, és el kell mondani, hogy milyen jó is itt Magyarországon most élni, milyen sokan ide vágynak, hogy itt milyen biztonság van. Nem látjuk azt a hírekben, amit látunk Franciaországban, Németországban, Angliában, az eddig nagyon biztonságosnak hitt nyugat-európai országokban. És nyilván ezért köszönet mind a kormányzatnak, mind a felső vezetésnek, akik maximálisan kiszolgálják az én kollégáimat, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy a tőlünk határszolgálatra elvezényelt kollégák helyében az itthon maradottak plusz szolgálatot úgy tudjanak ellátni, hogy minden túlszolgálatúra megváltásra kerül. Rég volt ilyen, hogy a rendőrségen már évek óta minden egyes túlszolgálati órát a kollégák kívánságának megfelelően váltunk meg, aki pénzben kéri a túlszolgálatot, annak pénzben kerül megváltásra, aki pedig szabadidőben, a szabadidőben. És azt tudom jelenteni itt miniszter úrnak is, hogy az elvezénylések ellenére minden településünkön jelentősen nőtt a közteti óraszám. Tehát annak ellenére többet vannak a kollégáim a közterületen, hogy a határszolgálatot is ellátjuk. Bár ebben volt egy rövid időszak, amikor júliustól egészen most november végéig, amikor nem kellett a határon szolgálatot ellátnunk. És ez a közteti óraszám növekedés, ez mind-mind a megelőzés szolgálja, és az a tendencia tovább folytatódott, és remélhetőleg még tovább folytatódik, ami az elmúlt években jelentkezett, hogy mind a bűncselekmények számában, mind pedig a baleseti számunkban jelentős csökkenés következett be. Már most látva az idei adatokat, egy 20%-kal kevesebb bűncselekményt regisztráltunk, és mind a 12 településünkön csökkent.
mind a bűncselekmény száma. A balesetek számában pedig egy 15%-os csökkenésünk van, és ami viszont nagyon-nagyon pozitív, hogy 50%-kal csökkent a halálos baleseteink száma a tavalyi évhez képest idén. Természetesen van egy-egy olyan esemény, ami esetleg a szubjektív biztonságérzetet meg tudja zavarni, az ilyen például a lakásbetörések, és nyilván karcagiak vagyunk én magam is, és azt tudjuk, hogy volt néhány lakásbetörés az elmúlt egy évben, amikor igencsak olyan lakásukba törtek be, ahol jobb módúak laktak, és nem volt a lakáson riasztó. Mi azt nagyon jól tudtuk, hogy ez nem helyi elkövető. A mi helyi elkövetőink ilyet nem tesznek, aki ilyet tett, az most jelenleg börtönben van. És hát szerencsére egy hónappal ezelőtt sikerült elfogni azt a budapesti bűnbandát, akik ideig több mint 90 lakásbetörést követtek el. Kalocsán fogták meg a kollégák, úgyhogy hát még a rendőrnek is neki fordultak ott hirtelen. Jelenleg benn vannak előzetes letartóztatásban, és hát úgy Miskolctól Pécsen keresztül, így keresztbe kasul az országba jártak egyébként. Ilyen rabló hadjáratot folytattak, tehát nem volt semmi cél. A közönség azt nézték, hogy hol van védtelen ingatlan, ahol nincs riasztó. És én úgy gondolom, hogy a bűnmegelőzés kapcsán egy nagyon-nagyon pozitív változás történt Karcagon, egy kamerarendszer került kiépítésre. Ezt mindenképpen meg kell említeni, ez egy 64 kamerával álló rendszer, aminek az első fázisa már befejeződött, és ez mind a megelőzés szolgálja, és azt követően pedig a bűnfelderítést, úgyhogy köszönet érte az önkormányzatnak, illetve minden támogatónak, aki hozzájött, hiszen mi tudjuk, hogy ezt az önkormányzat saját forrásból finanszírozta. 2014-ben már szerettünk volna egy kamerarendszert, pályázott is a település, viszont a közbiztonsági mutatóink jók voltak, és a belügyminisztérium akkor a veszélyeztetett településeket támogatta. Így most saját forrásból sikerült ennek a kamerarendszernek a fejlesztése. Amivel én készültem Ildikó néni meghívása kapcsán, egy kis tájékoztatókat helyeztem el ott a, úgy gondolom, az ételkiadó ablaknál. Igen. Amiben egyrészt a 112-es segélyhívónak a működése van elejérve, úgyhogy amikor majd tetszenek elmenni, akkor bátran ajánlom, hogy tessenek venni belőle. Illetve hát itt az őszi-téli időszak, az őszi-téli átállás, és ugye hát mindannyian közlekedünk, vagy gyalogosan, vagy kerékpárral, vagy gépjárművel. És annak kapcsán is van ott egy kis figyelemfelhívó prospektus. Én röviden ennyibe foglaltam volna össze, és nyilván azért is, mert akarok másnak is hagyni szót, és hát nyilván várom a kérdéseket, mert mindig szoktam kérdést kapni. És előjáróban is áldott békés meghitt karácsonyi ünnepeket kívánok mindannyiuknak, baleset és bűncselekménymentesen természetesen, és nagyon-nagyon boldog új esztendőt. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen kapitány úrnak, és ajándékot ő is hozott, amit nem tombolaként, hanem a végén majd, akinek szüksége van, néhány kerékpár tartozék, láthatósági mellény. Itt vannak a dobozokban, a végén, ha valaki úgy gondolja, akkor nyugodtan ide jöhet, és választhat és vehet belőle a kapitányság ajándéka. És ugye mindenki érdeklődésére tart számot, örülünk neki, hogy jó ütemben halad az a kapitányság új épületének az építése. Bízunk benne, és nagy reményekkel az új évben ez lesz a város egyik jelentős átadása és beruházása, aminek örülünk. Természetesen a kamerarendszer, ahogy szó volt erről az önkormányzat, amely ugye már nagyon váratott magára, hogy meglegyen, ennek is örülünk és bízunk benne, hogy hatásos lesz. Másrészt pedig, amit mindig elmondok, hogy mi is hozzájárulunk, mi, a lakosok, ahhoz, hogy az eredmények egyre jobban legyenek. Hozzájárulunk azzal, hogy figyelmesebbek vagyunk a közlekedéstől kezdve, az értékeink megőrzésétől kezdődően, jobban odafigyelünk a környezetünkre. Ez csak így működik, egy
egy kapcsolat, amely a rendőri szervek, illetve a lakosság részéről. Mert senki sem mindenható a maga területén, tehát ahhoz kell egy fogadókész, elfogadó magatartás részünkről is. Én ezt így látom, és egyre inkább így tapasztalom ezt az emberek, a lakosság részéről, amerre járok. Köszönjük szépen, és bizonyára lesz kérdés. Felkérném Zsolt atyát nagyon röviden a Máltai Szeretetszolgálat létéről. Szólna néhány szót. Mi karcagiak a debreceni csoporthoz tartozunk, és rajtuk keresztül van lehetőségünk arra, hogy élelmiszereket kapjunk. Az élelmiszerbankkal vagyunk kapcsolatban, azon keresztül érkeznek olyan élelmek, amelyeket a város lakosságának szét tudunk osztani. Egy évvel ezelőtt kezdődött el itt Karcagon a kis csoportunknak a működése. A vasútúti kápolnában van a lerakatunk, többnyire itt lehet megközelíteni Kovács Marikát, illetve Jutkát, ők, akik vezetik az helyben ezt a kis csoportot. Most az elmúlt évben is, de az idén is tervezzük, hogy a Spárban azzal van kapcsolata a Máltai Szeretetszolgálatnak, hogy adományokat gyűjtsünk, felnőttek, illetve a diákok segítségével fogjuk majd az idén is megtenni. Az elmúlt évben is több mint 100 családnak tudtunk így módon segíteni. Szeretném fölhívni a lakosságnak itt is a figyelmét, hogy nézzünk körbe, nézzük meg, hol vannak olyan szegény emberek, akik nem feltétlenül a plébánia ajtaján kopogtatnak és csengetnek, hanem szükség van arra, hogy észrevegyük őket. Jegyezzük ezeket az embereket, főként az iskolákon keresztül próbáljuk elérni a nehezebb sorban élőket, és így köszönöm az intézményeknek a vezetőit, hogy erre lehetőséget nyújtanak és segítenek abban, hogy főként a gyerekeknek a családjai részesüljenek ezekben az adományokban. Tehát az lenne a kérésem önök felé, hogy jelezzék számunkra a neveket, a címeket, és igyekszünk fölkutatni ezeket a családokat, és bízunk benne, hogy az idén is minél több családnak tudunk így módon egy kis könnyebbséget adni, illetve segíteni nekik. Köszönöm a figyelmet! Szépen a szolgálat milyen napon található állandó ügyelettel? Kedden délelőtt és csütörtökön délután. A kápolnában, a kis kápolnában, a Vasút utca sarkán. Tessenek róla tudni, bárki bemehet és elmondhatja a gondjait. Kedves jelenlévők, néhány szót nagyon röviden, mint a körzet jelenlegi képviselője magunkról, röviden. Szó esett itt a konyhakerti program szép eredményéről városi szinten. És mindig örömmel elmondom minden évben, hogy ebben a választókerület, mint kertesházas övezet, lakói sokat tesznek, díjazottak lettek ismételten. Gratulálunk nekik! Kőházi Istvánné a Nyár utcából, Murvai Sándorné a Vasút utcáról, Ökrös Zsuzsanna a Hunyadi utcáról, Monor István és felesége a Deák körútról, Kun Gábor a Futó Imre utcából, Nagy Imréné a Futó Imre utcából, Özvegy Győri Lászlóné a Kinizsi utcáról, Vinis Béla Kinizsi utcáról, Ferenciné Székely Erika a Széchenyi Sugárúti Társasház közösségéből, Ormós Anikó a Betlen Gábor utcáról, és a Madarász Imre Egyesített Óvoda Kinizsi úti óvodája közösségi kategóriába lett díjazott. Megérdemelnek egy nagy tapsot. És legyen bátorítás valamennyinek. És egy képviselő nem egymaga dolgozik a kerületben, hanem igényli, és meg is vannak kedves segítői, akikhez és akikkel
még eredményesebben tud dolgozni. Engedtessék meg, hogy az ő nevüket hadd ismerjék meg a közösség tagjai, és itt is hadd köszönjem meg nekik azt a segítséget, amelyet sok-sok mindenben adnak, hogy az utcán nem ég a közvilágítás. Halljuk, hogy 2-3 hete nem ég. Jelentette valaki? Nem. De ezt valakinek jelenteni kell. Tessenek a képviselőnek, avagy az önkormányzathoz van külön munkatárs, aki a közvilágítással foglalkozik, hibák adódnak, rövidek a nappalok, hosszúak az esték, az éjszakák, tehát közvilágítás önkormányzati feladatként fontos. De valakinek jelezni kell, hogy az adott házszám előtt nem ég a világító test. Sokan jelzik, sokan nem jelzik, legyünk erre is figyelemmel. És akik jelzik, családoknál is adódhatnak gondok, problémák, örömök is, de többnyire a problémák, és kedves segítőink erre is figyelemmel vannak. Köszönöm Ács Ferenc, Ábrahám Tiborné, Gulyás Ferencné, Juhász Gergely, Molnár Sándorné, Györfi Sándorné, Kun Józsefné, Csinács Sándor, Birizló Csaváné, Murvainé Lángróza, Magyar Miklós, Csordás László, Újfalusi Sándor, Tóth Istvánné. A választókerület különböző utcáiban élnek, laknak, segítenek. Szerintem ismerik őket, és igényeljük továbbra is. Köszönöm, és köszönjük. Eredményesek voltak a városismereti séták, hol gyalogosan, hol kerékpárral. Megismertük a város nevezetes épületeit. Nagyszülő, szülő, unoka korosztályig. Emlékszünk, ugye megjelent mindig a hírmondóban, a helyi sajtóban, és erre volt is érdeklődés. És az ott élők, akár az egyházaknak a tulajdonosai, akár esetleg egy-egy egységnek a vezetője, nagyon készségesek voltak, mindig bemutatták az adott értékeket. Fontos, hogy ami itt van körülöttünk, igen, itt az előbb a szerencsiek kedves előadásában is, ami érték, ami helyben itt van, a miénk. És akik itt vagyunk, itt élünk, közötte élünk, hát hogy ne ismernénk meg, és kell, hogy megismerjük. Sosem felejtem el, amikor a zsinagóga első látogatása volt, akkor többen jelezték, hogy itt vagyunk a piacon minden héten kétszer, és nem ismerjük belülről, kívül látjuk. Nagy volt az érdeklődés, vagy a görög-keleti templom, tehát jó időben, nyári szülidőben élünk ezzel a lehetőséggel. És egy nagyon szép választókerületi kirándulás volt Hortobágyra. És köszönjük, kedves miniszter úr, köszönjük az igazgatónőnek, köszönöm Kovács Sándor, a megyei közgyűlés elnökének, amelynek pályázata révén az autóbusz költséget kaphattuk díjmentesen, és egy csodálatos programot a Hortobágyon. 53-an voltunk, csak azért annyian, mert többen nem fértünk már az autóbuszra, de esetleg egy nagyobb méretű autóbusszal. Úgyhogy köszönjük, és valóban nagyon-nagyon szép kirándulás. Köszönjük. Környezetünk lakóházas övezet, rendezett házak és utcák. Ugye milyen jó néha végig nézni? Nem csak a képviselőnek, hanem mi magunknak is. Adódik ugyan mindig, hogy egy-egy rendezett környezetben van egy vagy két olyan ingatlan, igen, bólogatnak többen, ahol a fű növését nem veszik úgy észre, ami nekem gondot jelent, a lakatlan ingatlanok. És sajnos egyre több tulajdonosaik vannak, és a magántulajdon az magántulajdon. Azt a tulajdonosnak kell rendbe tenni. Mert sokan kérdezik, hogy az önkormányzat itt nem vágja le a füvet. És akkor megkérdezem, kié ez az ingatlan? Nem az önkormányzati, tulajdonosa van. Lehet több, és ez a rosszabb dolog. A több tulajdonos, ő se, meg ő se.
majd valaki megcsinálja, nem csinálja. Tehát fontos, eredményes volt a főnyírás. Nehézkesen indult, de utána a városgondnokság belépésével a választókerületembe 200 alkalommal vették igénybe idősek, rászorulók. Az utóbbi időben különösen nagyon rendezetten dicsérték a gondnokság embereit, akik még össze is geregészték a füvet, tehát nagyon érdemes volt és eredményes. A városgondnokság a város főútvonalai parkjait, amely a választókerületünkben a Kovács Mihály Emlékpark, a Malom Park, a Szívos temető maga. Igaz, hogy egyházi tulajdonban van, de mindig segítenek a rendbetételében, és ez így természetes, így van rendjén. Örülünk neki, és köszönettel fogadjuk. És van egy nagyon szép rendezvényünk május hónapban, Kovács Emléknapok, a Kovács Mihály Emlékparknál, amely megint sok kedves odaérkező látogatót vonz. Fejlesztésekre az önkormányzati képviselők ebben az évben városi költségvetésből a körzetek külön-külön 2 millió forintot kaptak. Így soknak tűnik ez, de amikor egy-egy költségvetés megérkezik, hogy ez ennyibe kerül, akkor látjuk, hogy bizony-bizony nagyon kevés. Kevés, de örülünk neki, hogy van. A Lilium utcán 4 világítótest felállításával közvilágítás javítása. Deák körút, Akácos út, nem kell mondani. Forgalmas utak, és ez az oszlopok felállítása megtörtént. Bízunk benne, hogy a hálózatban való bekapcsolás is hamarosan eredményes lesz. Árok lefedés olyan szakaszon, amely ugye gyűjtő árokrendszert foglal, ilyen a Déli Báb út és a Széchenyi Sugár út sarka. 100 négyzetméter járdaszakasz. Tudom, hogy nagyon kevés, mert sok a rossz járda, de bízunk benne, hogy tudjuk folytatni. Ez, erre is sor került, és ugye ennek kapcsán azt tudjuk mondani, hogy lassacskán el is fogyott a pénz. Örülünk neki, és bízunk a folytatásba. Örülünk annak, hogy az önkormányzat úgy gazdálkodik, nyugodtan mondhatom, mert most volt a 3/4 éves beszámoló, hogy talpon van. Az alapfeladatokat el tudja látni, és költségvetésben nagy figyelme van a szociális ellátásra, amely a költségvetésnek egy nagy-nagy területe. Télen, ilyenkor különösen nehéz, nem kell mondani. Kedves jelenlévők, nagyon röviden próbáltam ennyiben összefoglalni. Köszöntöm nézőnket, dr. Fazekas Sándor miniszter úrral beszélgettünk, hiszen Pántilikó képviselőasszonynak egy nagyon jól sikerült fóruma volt most a választókerületben. Azt gondolom, hogy itt mögöttünk ez a nagy hangzavar is jelzi, hogy a Mikulás megérkezett, hiszen sok-sok ajándék érkezett. Miniszter úr viszont egy picit arról beszélt, hogy milyen évet zár a mezőgazdaság. Mi az a legfontosabb gondolat, amit elmondan a nézőinknek? A magyar mezőgazdaság ebben a nehéz helyzetben is, hiszen szélsőséges volt az időjárás, volt egy baromfi influenza járvány, teljes sertéspiaci válság, tehát nem volt hozzánk egyes az esztendő, mégis eredményesen bizonyított, tudott fejlődni, a gazdák sikeresen termeltek, alkalmazkodtak a szélsőséges időjáráshoz, és ennek köszönhető az, hogy a mezőgazdaságban a foglalkoztatottság, a jövedelem az nőtt ebben a 2017-es esztendőben is. És itt is jó hangulat van most, hiszen Mikulás napjára esett a fórum, sokan voltak, kellemes témákról beszélgetettünk, olyanokról is, amelyek a város fejlődésével kapcsolatosak, volt jó néhány kérdés, de látszik az, hogy a gazdasági év az
a mezőgazdasági év az a jó hangulatot megalapozta, hiszen akik itt vannak, ma is művelik a kertjeiket, vannak, akik földdel foglalkoznak, jószággal foglalkoznak, tehénnel vagy lekvárral, és tehát a mezőgazdaságnak szinte minden részét érinti, és én bízom benne, hogy a jövő évet is sikerült megalapozniuk. Én örülök ennek a fórumnak, amely hagyományosan itt a kisegítő iskolában, régen kisegítő iskolában már évek óta tart egy olyan programsorozat, amely mindenki számára élményt nyújt. És mindig van meglepetés, most szerencsére érkezett az édes meglepetés, hiszen meg is kóstolhatta mindenki a szerencsegyár termékeit, viszont hallhattuk, hogy hogyan is készül az igazi csokoládé. Ilyenkor Mikulás karácsony táján sokan vásárolnak csokoládét, szaloncukrot, Mikulást, és a mostani meglepetés vendégünk Takács István, a Szerencsi Bombon Kft.-nek a tulajdonosa, ő mentette meg a Szerencsi csokoládét, hiszen a nagy gyárat már régen bezárták, és gyakorlatilag a nulláról kezdte föléleszteni a termékeket, most már komoly választékkal bárhol találkozhatunk velük, és ez magyar termék. A Nemzeti Értéktárban szerepel, tehát nemzeti értékünk. Arra buzítok mindenkit, hogy vásároljon mindenki Szerencsi csokoládét, kihasználom erre a mostani alkalmat is, mert biztos, hogy nem fog csalódni, és azokat a régi ízeket, amiket megszoktunk, azokat fogja majd újra megízlelni, azok fognak majd kellemes élményt jelenteni. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen! 5 éves a legszebb konyhakertek program, Kovács Szilvia alpolgármester asszony miniszter úrnak is átadott ebből az alkalom egy elismerést. Azt gondolom, hogy itt a számok úgy röpködtek, hogy 22 000-30 000, tehát azt gondolom, hogy ez egy óriási siker. Így van, a 22 karcagi jelentkező, akivel 2012-ben annak idején elindultunk. 2013-ban már 60 település, 939 kertje után az idén 366 település, 2351 kertje mérte össze a szépségét és a gazdagságát. Én úgy gondolom, ez egy nagyon szép fejlődés. Különösen, hogyha azt nézzük, hogy az 5 év alatt 9031 kertnevezésünk volt, és nagyon sok, 7 országból nagyon sok település volt az, aki ebben a programban részt vett. Van, aki csak egy éve, de van, aki már 6. éve nyűvi, úgymond, ezt a programot, és nagyon szép sikereket érnek el. De én úgy gondolom, hogy a legnagyobb eredmény az, hogy 22 000 20 év alatti fiatal tüsténkedett a kertekben. Úgy gondolom, sikerült őket megnyerni, és még további fiatalokat tudunk megnyerni a kertészkedésnek, a föld szeretetének. És én úgy gondolom, hogy a legnagyobb elismerést a kerteseket illeti, hiszen az ő példájukon nagyon sokan kezdtek el kertészkedni, ezt megkérdeztük, és szinte hihetetlen 9432 kert jött össze. Ez néha úgy jött össze, hogy nulla, akit bevonzott a programba, illetve nem a programba, hanem a kertészkedésbe. Aztán volt olyan értékelőlap, ahol egy, akkor kettő, öt. Aztán volt olyan, hogy 25 kert, nyilván ez egy óvodai csoport, egy iskolai csoport. Ebből is lehet látni, hogy egy-egy csoportnak, egy óvodának, egy iskolának mekkora húzó, vonzó ereje van. És ezekből a számokból, ezekből az 1-es, 2-es, 5-ös, 25-ös számokból összeért ez a 9432 kert. Ennyi kertet mentettünk meg ezzel a programmal, de én úgy gondolom, hogy sokkal-sokkal több hozadéka van, hiszen nagyon sok emberbe elültettük a kertészkedés csiráját, a magját, és hogyha ezt elültettük, akkor az előbb-utóbb ki is fog kelni. És azért itt a fórumon is hallottuk, hogy elismeréshez szóltak többen, hogy a piacon már azokat keresik, akik tudják, hogy milyen körülmények között termelnek. Tehát azt gondolom, hogy Karcagon már nem kell megmagyarázni, hogy ments meg egy kertet, itt már sokan bekapcsolódnak, és azért mindig meg szoktuk beszélni, hogy sokkal többen vannak, akik kertet művelnek, csak nem mindenki vállalja a megmérettetést. Így van, nem mindenki vállalja a megmérettetést, de a példa mindenképpen dolgozik, és ott van, és aki viszont vállalja a megmérettetést, az duplán, triplán mutat példát, hiszen őket azért nagyon sokan lekövetik, és szerencsére nagyon sokan megirigylik, és bizony-bizony ráébrednek arra, hogy mennyivel jobb, mennyivel kényelmesebb is, és mennyivel egészségesebb is, mennyire kifizetődőbb megtermelni magunknak azt a zöldséget, gyümölcsöt, amit elfogyasztunk. És igen, most már elkezdik keresni a kistermelőket a piacon, ez is egy nagyon jó jel. Én úgy gondolom, hogy mindenkiben kialakul az az egészséges igény, hogy nézze meg, mit fogyaszt, mit eszik, és tudja azt, hogy az honnan származik, és biztosan, egészségesen, vegyszermentesen állították elő. Én még sok-sok 5 évet kívánok a kertprogramnak, és
beszéljünk arról 5 év múlva, hogy már az 50 ezernél tartunk, nem a 22 ezernél. Köszönöm szépen. Én meg azt kívánom a kerteseknek, hogy legyenek hozzám továbbra is ilyen hülyek, segítsenek engem, hiszen láthatják, hogy mekkora húzóerővel és mekkora példaértékkel dolgoznak, és köszönöm szépen azt a segítséget, amit 5 év alatt kaptam tőlük, és a leghálásabb nekik lehetek, hiszen nélkülük ez a program nem lehetett volna sikeres. Köszönöm szépen. Mi is köszönjük szépen. Túl vagyunk a fórumon, Ildikó nénivel beszélgettünk arról, hogy miért pont a szerencséket hívta meg meglepetésnek. Az az igazság, hogy nem én hívtam őket, hanem mindig miniszter úr hoz egy kedves vendéget meglepetésként magával, és most éppen őket hozta, talán nem véletlen, Mikulás napján, karácsony közelettével, az édességek szempontjából mindkettő nagyon fontos ünnep, és nem véletlen, hogy a Szerencsi Csokoládé gyár kedves munkatársait hozta el ide hozzánk meglepetés vendégként. És hát azért hallhattuk, hogy a Máltai Szeretett Szolgát is megjelent városunkban, hallhattuk gyönyörűen énekelni a győrfiseket, tehát azt gondolom, hogy minden adott ahhoz, hogy egy picit fölhangolódja mindenki a lelkét a karácsonyra. Igen, valóban ez volt a szándék ezzel, annál is inkább, hogy a Györfi István Katolikus Iskola énekkara tanulói még nem voltak meghívottak rendezvényeinken. Másrészt pedig a Máltai Szeretett Szolgálat most az advent jegyében azt hiszem, hogy tevékenységével, segíteni akarással a legideálisabb, hogy erről ők, mint ahogy el is hangzott, szóljanak és segítségre legyenek az embereknek. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon jól sikerült fórum volt, sok-sok olyan gondolat elhangzott, meg kérdésekre is választ kaptak a szakemberektől, az itt lévőktől a lakosok. Én azt kívánom, hogy sok hasonlót szervezzen még Ildikó néni. Köszönöm szépen. Én is úgy érzem, hogy az emberek itt vannak, eljönnek, és annak örülünk, hogy az a sok-sok tombola, amely jótékonyságként érkezett, mindenki valamilyen formában részesülhetett belőle. Köszönöm a lehetőséget.